Köszöntöm az összhang hallgatóit, jó napot kívánok! Nagyon felkapott téma arról beszélgetni, milyen sokszínű is manapság a világ, de ha a nők súlyáról van szó, akkor a valóságban korán sem ennyire idilli a helyzet. A következő percekben szó lesz a hazai plus size helyzetről, a molett stílusról, a teltkarcsúak külső megjelenéséről és az önértékelésről. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Tomasko Bernadettet, plus size modellt, aktivistát, színész, kommunikációs tanácsadót, televíziós szerkesztőt. Szerbusz! Szia, köszöntöm a nézőket! Szerinted miért kell még mindig beszélnünk arról, hogy vannak, akik teltkarcsú testeli szépek, okosak, és nem egy nő közülük rendkívül Erragadó, szugesztív személyiség. Miért beszélünk még mindig erről? Azt gondolom, hogy egyébként egyre kevésbé kell. Szóval, mm -hmm. hogy mondjuk az elmúlt 5-10 évben nagyon sokat javult a helyzet, nem csak világszinten, hanem magyarországi szinten is. Um, Igazából olyan szinten átestünk a ló túloldalára a szépségideárokat uh -huh. tekintve, hogy valószínűleg ez okozta ezt a nagyon nagy. Ö, ö, egyensúly de azt gondolom, hogy most már egyre több olyan akár aktivista, akár modell, akár sikeres nő van, aki bebizonyította azt, hogy nem a súly számít, és nem feltétlen az, hogy hogyan nézünk, és mennyit nyomalattunk a mérleg. Olvastam egy nagyon nagyon érdekes mondatot. Azt írta az író, hogy szinte mindenki plus size modellnek, Tekinthetünk, aki nem 32-34-es méret? Hát valóban így van. Picit összetettebb a helyzet uh -huh. szerintem. Ugye azért te, tegyük azt tisztában, hogy a, a egy plus modellnek ugyanúgy oda kell figyelnie az arcbőrére, a súlyára, az egészségére, a, a, te, a testbőre, tehát nem csak az arcbőrére, hanem úgy az egész testének az a, 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 a összeállítására, tehát hogy az, hogy valaki plus modell, az egy szakma az, hogy személy szerint én is azért sem nevezem magam kifejezetten plus modellnek, mert hogy annyi tapasztalatom, vagy olyan munkáim még nem voltak, hogy én ezt most bizton állíthassam, mm -hmm. és inkább azért szoktam azt mondani, hogy plus aktivista, mert hogy igenis kiállok, én megmutatom, hogy ez vagyok, megmutatom, hogy így is lehet élni, így is lehet sikeresnek lenni, így is lehet boldognak lenni, az, az, hogy, az, hogy most kit tekinthetünk plusz size modellnek, vagy kit tekinthetünk egyáltalán modellnek, nyilván nagyon-nagyon nézőpont függő. Természetesen nem a modellről, nem a modellekről fogunk beszélgetni, de szerintem irányadóként ezt a témakört is végig kell, hogy tárgyaljuk. És szinte utolsó kérdés a téma kapcsán, hogy milyen tévhitekkel találkozol? amikor ez a szó Kerül. Egy modell? Uh -huh. Azért azt tisztáznunk kell, hogy Magyarországon plesszájz modellnek lenni egyelőre még nem egy, nem egy túlságosan felkapott dolog, és nincs annyi lehetőség, mint mondjuk európai vagy világszinten. Tehát az, hogy mondjuk valaki Magyarországon egy Esri legyen, vagy, vagy egy magyar lányból Esri Graham legyen, azért ahhoz, azért ahhoz igenis ki kell lépni a magyar korlátokból és határokból. Üm, igazából szerintem, hogyha valaki Elfogadja önmagát, és felvállalja önmagát, és kiáll úgy, ahogy van éppen az adott pillanatban. Lehet, hogy 20 kg van rajta, lehet, hogy 30, akkor nem, nem csak. Az, hogy valaki modellkedik, az ugye egy szakma, az egy munka. Azért pénz, pénz kap az ember, ahogy ugye említettem, nekünk is ugyanúgy oda kell figyelni mindenre. De szerintem, hogyha az ember plásztizként foglalkozik ilyen dologgal, az tulajdonképpen egy életfelfogás, egy életstílus, egy életfeladat. Segíteni az embereknek abban, és, és sarkalni őket arra, hogy ők is próbáljanak kilépni a saját komfortzónájukból, kilépni a saját határaikból, és egy picit nem azzal foglalkozni, hogy mit mond a külvilág, hanem azt megnézni, hogy, hogy nekik mi, a, mi a, hol vannak a határaik, vagy mik a vágyaik. Tehát én ezt, ezt, ezt hogy plus size modell, ezt, ezt én hogy is mondjam. A nagy-nagy csomagból ez, ezt egy, egy pillérnek gondolom. Mi a legjellemzőbb sztereotípia a molett hölgyek kapcsán? És ugye most már a kifutó világától egy picit távolodjunk el. Szerintem még mindig ott tartunk, hogy az, aki, az, aki teltebb, molettebb, erősebb testalkatú, az biztos, hogy nem mozog, biztos, hogy egész nap a tévé előtt biztos, hogy reggeltől estik tömmi magába az édességet, a szénhidrátot, a nem tudom mit. Talán még olyan sztereotípiák is vannak, hogy bizonyos szakmákban nem, 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 nem érvényesülhet, és ez is nagyon érdekes dolog, mert én például Csupa olyan szakmát választottam magamnak, legyen az színház, legyen az média, kommunikáció, ahol nyilván nem csak az számít, hogy én mit mondok, és mit gondolok, és mennyire szervezek jól, és látok át bizonyos dolgokat, hanem az is, hogy el tudjam magam adni, hogy bizalmat uh -huh. gerjesszek, hogy legyen egy megjelenésem. És, és igazából szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy például én azért is állok ki, jobban a nyilvánosság elé, mint mondjuk egy másik társam, mert hogy, mert hogy ezt szeretném bebizonyítani vagy megmutatni. Az nyilván hozzátartozik a dologhoz, hogy egy molett nőnek öm, sokkal igényesebbnek kell lennie, sokkal inkább kell tudnia, hogy mi áll jól, nem csak fazonban, nem csak anyagban, mintában, hanem színekben. Tehát, hogy sokkal, szerintem sokkal tudatosabbnak kell lennie. Ahhoz, hogy valójában tudjon érvényesülni. És nyilván minden embernek tudnia kell, hogy mik az erősségek és mik a gyengébb tulajdonságok vagy képességek. De talán, hogyha az embernek van egy ilyen. Ez, mert ezt, ezt én egyébként állapotnak hívom. Teh tehát most a, a súlyunk az, az ugye ugyanúgy tud változni, mint a hajszín, mint a, mint a bőrszín. Ugye, hogyha én most kifeküdnék egész nap napozni, akkor rögtön lenne egy, egy erősebb tónusom. De most csak arra akarok célozni, hogy, hogy hogy nekem például, én azért jövök mindig a saját példáimmal, mert ugye én most mondja 31 éves vagyok, azért elég hosszú utat bejártam az önismeretemet tekintve, és nekem az rettenetesen sokat segített, hogy nagyon-nagyon hamar, tehát ilyen 15-16 éves korom körül elkezdtem már kutatni a képességeimet, a, az előnyeimet, azt, hogy mi, mi, az, amit, mi az, amit idézőjelben el tudok adni, mi az, amire tudok építeni, mi az, ami boldoggá tesz. Tehát, hogy, hogy, egy molett nőnek, egy erősebb testalkatú nőnek, azért azt gondolom, hogy, hogy ezekre sokkal jobban oda kell figyelni. Honnan ez az egészséges önbizalom? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen biztos, hogy te is tapasztalod, hogy nem mondom azt, hogy nátszál vékony hölgyek, de egy normál testalkatú hölgyek panaszkodnak, hogy ó, van rajtam plusz két kiló. És valójában érzem rajta, hogy ő tényleg zavarja, tehát nem arról van szó, hogy ó, most eljátszom, hogy jaj, rajtam van két kiló, és most aj, itt a világ vége, hanem tényleg fusztrálja, bántja. A te életedben hogy jött ez el, hogy... Nem tudom szépen kifejezni magam, hogy nem, nem, nem csak plusz két kiló van benned. De egyáltalán mondhatunk ilyet? Hiszen lehet, hogy. Sokkal egészségesebb vagy. Ha készítenénk egy vérképet, készítenénk egy teljes egészségügyi vizsgálatot, sokkal egészségesebb értékeket produkálnál, mint mondjuk lehetséges. egy olyan alkotó, akire azt mondjuk, hogy normális. Rengeteg, rengeteg minden eszembe jut a gondolatait kapcsán. Talán onnan kezdeném, hogy nekem tulajdonképpen mázlim volt, mert egy olyan közeg vett körül, mint családilag, mint barátilag, akik, akik soha nem éreztették velem azt, hogy én bármivel kevesebb vagyok. Soha nem éreztették azt velem, hogy a plusz kiróim akadályok lennének bármiben. És nyilván innen innen ez, ez, ez valószínűleg így innen datálható. Tehát soha nem hangzott el otthon, hogy kicsi Berni, kicsi Betty, most ne edd meg. Azt az utolsó szelet süteményt. Tehát a szüleit abszolút biztos, el, hogy volt el. Biztos, hogy voltak ilyen. Sőt, olyan is volt, hogy fogyókúrás táborba küldött a házi orvos. De ott volt de... melletted a szülő, aki viszont. Abszolút. De hogy, meg, hogy én erre soha segített. nem. Soha nem úgy tekintettem ezekre a dolgokra, uh -huh. hogy támadás lenne. Aha, tehát én hát hogy... jön az önbizalom. Tehát elvágy jön. hogy én de. ezt soha nem, és tök érdekes, mert ugye volt ez az ominózus fogyókúrás tábor, és személyiségemből adódóan én ott is nagyon gyorsan a, a, a középpontba kerültem, és ott sem, és én azt sem úgy éltem meg, hogy úristen, most ez nekem mennyire megalázó, és most miért kellett idejönni, stb. stb., stb. hanem egy feladatként fogtam fel. És, és nyilván az én életemben is, én mondom, körülbelül 15-16 éves lettem nekem 10 éves koromban volt egy konkrét esemény, amikor azt mondtam, hogy akkor én színész szeretnék lenni. És én tulajdonképpen tíz éves koromtól kezdve készültem erre a pályára. Mind képességeket, tehát akár beszédtechnika, néptánc, hasztánc, tehát én tényleg az a plus size nő vagyok, aki, tehát nem nagyon van olyan dolog, amit én ne próbáltam volna ki. Tényleg a, a flamenkótól kezdve a versenyhastáncos voltam, néptáncoltam, mi, mindent, mindent, hangszereken játszottam, kórusba ideket, tehát hogy, hogy én tényleg próbáltam a lehető legtöbbet kihozni, Magamból, mert hogy én magamra úgy tekintek, és most erre a testre úgy tekintek, hogy most nézzük meg, hogy mit tudok ebből kihozni. Nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek céljaink. Nagyon fontos, ugye az, hogy van, az, hogy valaki azt mondja, hogy body pozitív vagyok, az nem azt jelenti, hogy én arra bíztatom az embereket, hogy ők is, nem tudom, hizzanak meg, vagy ne fogjanak le, vagy bármi, és mi, én azt mondom, hogy fogadjuk el azt, ami van, hiszen annyi, de annyi nagyon nagy probléma van most a világban, főleg az elmúlt évektől datálva, meg hát nyilván előtte is voltak problémák, Szóval, hogy rengeteg probléma van a világban, ha valaki fogyni szeretne, persze, legyen ez is cél, de de ne, e, de ne e körül forogjon a világ, és ne csesztessük a másikat, ne rakjunk rá nyomást azért, mert nekem éppen nem, nem tetszik a telt nő. Mi? Miért csinálunk ebből problémát? Tehát ez miért? egy baromi jó kérdés. Általános mincs. kérdés, és, és olyan nehéz rá választ adni. Én ezzel rengeteget gondolkozom, most az elmúlt hetekben... Én fölálltam az eddigi munkahelyemről, és azóta nyilván több időm van uh -huh. lamentálgatni bizonyos dolgokon, és pont ezen gondolkoztam, hogy, hogy azért sem szoktunk szólni, vagy azt sem szoktuk megszólni, hogyha valaki átfesteti a haját, és nekünk nem tetszik. Maximum megjegyzem, hogy hm, hát szerintem a másik szín jobban állt. De hogy akkor miért kell, a, miért, kell a, kilókkal kapcsolatban? Tehát, hogy Érzed -e ezt a mindennapokban, hogy Én foglalkoztatja nem. az embereket, hogy te miért nem vagy SS vagy MS méretű? Mm, szerintem azért ne, engem, engem mert rengetegen megnéznek külföldön uh -huh. is, és itthon is. Ha, tegyük zárójelbe, egy felmérés mutatja, azt hiszem Angliában készítették, hogy a férfiak valójában a no normál, illetve a telkarcsú hölgyeké Igen. vannak oda. Lehet, hogy az utcán Igen. megnézi a bombázolt, aki SS méret, vagy XS méret, de hogy valójában akivel szívesen hazamenne, és eltölteni az életét, az ott az MS ruhatárból válogat, vagy pedig annál nagyobb. Ezt, ezt, én is abszolút tapasztalom, meg, meg, nagyon érdekes, hogy... Nem a nőkkel versenyzünk mi? Ugye mondják azt, hogy mi nők nem a férfiaknak öltözünk, hanem inkább egymásnak. Én nagyon speciálisan gondolkozom, uh -huh. és én, mint említettem, csupa olyan szakmát választottam magamnak, ahol nagyon-nagyon fontos a külső, uh -huh. ahol nagyon nagy a verseny, ami, ahogy te is mondtad, hölgyek versengenek szerepekért, lehetőségekért, pozíciókért egymással. Uh -huh. És, és van nagyon fontos a külső, tehát nézzük meg a Abszolút, kereskedelmi adók abszolút és én egyébként, pont a, én, 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 én mindig a tömeg ellen megyek ilyen tekintetben, uh -huh. mert én meg azt mondom, hogy mindenki egyedi és megismételhetetlen, és hogyha valahol az én energiámra, az én hozzáállásomra, az én habitusomra, kinézetemre van szükség, akkor ott nem van szükség. Én, én miért, miért versengjek bárkivel, hiszen nem nincs több. Inkább arra kell, arra kell törekedni, hogy az ember olyan helyzetekbe kerüljön, nem csak célok miatt, hanem úgy egyáltalán olyan helyzetekbe kerüljön, ahol ahol meg tudja mutatni azt, aki ő valójában. És pont pár héttel ezelőtt fogalmaztam meg egy másik interjú során, és talán még soha nem is mondtam ki magamnak, hogy nekem igazából az a célom, hogy túllépjek a testen. Tehát, hogy igen, nagyon fontos, hogy van egy test, egy arc, egy nem tudom micsoda, de hogy egy picit ezen próbáljunk meg túllépni. Túllépsz, vagy az egyediségedhez sorolod be? Én azt gondolom, hogy azzal, hogy az ember békét kötöm uh -huh. magával, és hoz egy döntést, és én most például rajtam, tehát mint ugye mondtam, a plus size modelleknek is nyilván van egy súlya, vagy egy, egy, egy erősebb testalkató nőnek is bármilyen furcsán hangzik, van versenysúlya. Az a súly, amit, amit úgy általában az eddigi életében, tehát egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen ar arányok szerint legalábbis én így szoktam számolgatni magamnak, Ö Például én most egy 8-10 kilóval több vagyok az idézőjeles versenysúlyomnál, de, de nem azzal töltöm a napjaimnak a nagy részét, és nem azzal kerek és fekszem, hogy nyomasztom magam, hogy úristen, még mindig ott az a 8 kiló, és nem, nem nézegetem magam a tükörbe, hogy Jézus Mária most. Nem, nem. Akkor megpróbálok olyan ruhákat felvenni, amik, amikbe esetleg jobban érzem magam, vagy előnyösebbek, Szóval, hogy én valahogy ezzel úgy vagyok, hogy, hogy, hogy túllépni magamon, hogy nem 0-24 órában mm -hmm. azzal foglalkozom. Vagy. vagy... Mivel ugye én tényleg szeretem és elfogadom magam, én például oda szoktam állni a tükörbe heti egyszer, kétszer, vagy ahogy adódik, és megnézem, hogy szemügyre veszem magam, és megdicsérem azokat a testrészeimet, amik tetszenek. És nekem is vannak olyan napjaim, és nekem is vannak olyan testrészeim, amikre azt mondom, hogy hát igen, lehetne szebb, formásabb, feszesebb, nem tudom milyen, de hogy én ezt, én ezt akkor ott lerakom. És akkor, hogyha esetleg úgy van időm, erőm, nem tudom mi, akkor mondjuk többet elmegyek edzeni, vagy, vagy elkezdek egy olyan testmozgás, vagy tornát, vagy kevesebb, nem tudom, szénhidrátot eszem, többet alszom, de hogy, de hogy nekem nem e forog a világ, hanem én szeretnék értéket teremteni. Szeretném az, a, én, én, egyébként soha nem akartam senkinek a példaképe lenni, én, én nem akarok senkit motiválni, én, én, én nekem semmi. Mindenki ha valaki ebből a munícióból, amit én amivel én kiállok, el tud venni, magáével tud tenni, és akár csak egy picit is kényelmesebben érzi magát az életébe, vagy, vagy jobban ki tudja használni a lehetőségeit, már azt mondom, hogy pipa. Öm, de hogy, de hogy miért, miért kellene, hogy a súlyunk határozza meg azt, hogy mennyire érezzük jól magunkat. Ugye most itt van a nyár, rengeteg nő, ugye, a körmét hónapok óta, hogy úristen a beach buddy. Jó, de a beütöm az internetbe, vagy bármilyen keresőt, vagy bármilyen keresőprogramot kereső használok, akkor reklámként legtöbbször azért most nyáron az dobja föl a net, hogy hogyan lehet három napon belül olyan hasad, amire vágysz. Hogyan tudsz leadni még öt kilót a nyaralásig? Tehát, hogy valahol itt a médiának óriási szerepe van, és kettő Igen. szerepe van. Hogy fejezem be a gondolatot, mert erről nagyon-nagyon fontos beszélnünk, hogy egyik oldalról azt sugalja, hogy a tökéletes alkat az a vékony alkat, de másik oldalról pedig azt mondja, hogy elfogadás. Fogadd el magad, fogadd el a másikat. Tehát, hogy ez a kettőség nagyon-nagyon ott van, és szerintem arányaiban megegyezik. Ezzel mit tudunk kezdeni? Én ugye kommunikációs szakember vagyok, uh -huh. tehát, hogy bennem sok minden ugye így összevegyül, és én erről azt gondolom, és azt tudnám mondani, hogy ez, ez megint csak a döntés kérdése. Én hosszú évek óta nem nézek tévét, illetve bocsánat, nézek tévét, de csak is gasztronómiai vagy utazós tartalmat, vagy sorozatot. És az, amiről te beszélsz, nagyon érdekes, és ez tényleg döntés kérdése, meg hogy hova, hova, teszem a figyelmemet. Nekem nem jönnek fel ezek a hirdetések, hogy hogyan adjak le három kilót. Akkor lehet, hogy engem foglalkoztat és behívom. Tehát igen. Igen. És egyébként ugye az algoritmus és ugye ezt most igen, mindenki tudja. Hogy a rá, rá igen, hogy egy ilyen arra, hogy három, is, igen. igen. Uh -huh. És onnantól kezdve ezt fogja kidobni, és tulajdonképpen a tudat alatt hat. Én egyébként a, erről, erről, részben erről írtam a szakdolgozatomat, uh -huh. a média és a táplálkozás egymásra hatásáról, és én egyébként pont megnézegettem az Instagramomat, és egyébként ez, ez csak egy javaslat azoknak az embereknek, akiknek önelfogadással vagy önértékeléssel van problémája. Nézzék meg, hogy milyen embereket követnek. Olyan embereket követnek, akik folyamatosan a tökéletességet hajszolják, és abból áll az életük, hogy testkezelésre járnak, 0-24 órába edzenek. Ö, ö, Tízezrekért rendelik a salátákat, kollagéneket, nem tudom milyen fogyókúrásporokat, vagy olyan embereket követnek, akiknek egyébként van egy idézőjeles normális élete, akik sárga csekkeket kell, hogy befizessenek, akiknek, akiknek idézőjelben dolgozni kell azért, hogy talpon maradjanak, tehát hogy. És de, de közben próbálják élvezni az életet, és van egy. És nyilván ez is nagyon érdekes, hogy kinek mi a normális ö, értékrend. Szóval, hogy igazából én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember például olyan, hogy is mondjam, kikerülje ezeket a social médiában található buktatókat, ahhoz előbb azt kell meghatározni, hogy neki mi az érték. Nekem az az érték, hogy folyamatosan bántom magam azzal, hogy olyan nőket, férfiakat, tartalmakat nézek, amik a tökéletességre sarkalnak, és tulajdonképpen úgy terik el az egész életem, hogy hajszolok valamit, ami egyébként nincs ilyen, hogy tökéletes. Tehát akkor jól értelek, abszolút el kell, hogy fogadjuk, hogy a média így működik, hogy a kérdésem második felére utalva, hogy egyik oldalon kozmetikázzák, ugye a külsőt, és sugalják azt, hogy minél tökéletesebb legyen, és úgy leszel tökéletes, hogyha normál testalkatú vagy. Másik oldalon pedig ugye azt mondják, hogy fogadd el magad olyannak, amilyen ilyen vagy. Tehát, hogy oké, okay, akkor maradjon ilyen a média, sugalja ezt, jöjjön át ez az üzenet, de akkor én változzak, és én Pontosan. Pontosan. El, hogy igen, tartok. És én csak 31 nem éves kell a vagyok. Nem kell nyúlnunk, tehát nem érzed azt, hogy a médiának is azért óriási szerepe lenne, hogy változzon? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Jó, hogy mind a Szerintem, médiában, <laughs> média igen. szerintem egyébként ö, van már itt is javuló tendencia. Csak megint mm -hmm. az a kérdés, hogy mit veszek észre hogy én mire törekszem az életemben. Milyen pozitív változásokat tapasztalsz? Mire utalsz, hogy van már változás? Az, hogy, az, hogy, hogy most már egyre több olyan besz... az, az, hogy én most például mi beszélgetünk erről a dologról, Szerintem az már egy nagyon pozitív dolog. És tegyük hozzá, hogy nagyon hosszú ideje egyeztetjük mi ezt az időpontot. Így van. Tehát, vagy Szerintem így fél ezt, éve, igen, vagy, vagy még, több. még több. Tehát még igen. javán a COVID, javában a COVID igen. tartott, amikor ez felmerült, és egyébként nagyon jó, hogy, mert, mert azóta nyilván bennem is még több igen. minden, benned is, a világban is, Szóval, hogy nagyon érdekes, mert hogy egyébként van, tehát van változás. Hogyha megnézzük egyre több, ahogy ugye a beszélgetésünk is indult plus size modellel, tehát ugyanúgy, például, ha van egy, nem tudom, joghurt reklám, akkor most már nem biztos, hogy csak az SS testméretű hölgy lesz a, a reklámnak a szereplője, hanem lehet, hogy egy normál vagy egy nagyobb méretű hölgy is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ilyen változások vannak. Vagy, vagy most már ugye, de az a idézőjeles probléma, hogy ez is világszinten van. Tehát annyi, ugye azért mi, mi egy nagyon pici ország vagyunk, és nyilván az idő, amíg ez a nagyon sok minden változás és hatás ide is elér. Öm, de, de van, van változás. De lehet, hogy, lehet, hogy ezt csak azért látom én így, mert hogy nekem ezeken van a hangsúly, vagy hogy én ezeket nyilván figyelem szakmámból adódóan is, meg ugye életformámból adódóan is. Én igyekszem ezeket a dolgokat észrevenni. El kell, hogy fogadjam, és egyetértek azokkal a televíziós vezetőkkel, akik azt mondják, hogy egy műsor vezetőnek toppon kell lennie. Tehát legyen gyönyörű, szép, és sokkal könnyebb ugye egy vékony testalkotó fiatal hölgynek, vagy akár úrnak elbűvölőnek lenni. De eljöhet itt Magyarországon az, ami már Nyugat-Európában nagyon jellemző, hogy 50 fölötti, vagy akár ellesuhát, méretet viselő hölgyek, és urak, és a képernyőn maradhatnak, vagy oda kerülhetnek? Néha-néha um, azért már itt is előfordul. Tehát én mm. ugye televíziós uh, szektorból jövök. Igen, de az életem nagy voltam. részét, igen. Tehát, hogy én mondjuk a, a, idézőjeles felnőtt létem több, mint a felét, uh, vagy színházban, vagy sorozatban, klipben, filmben, vagy tévében. Tehát, hogy, hogy valahogy mindig. És uh, és vannak, tehát hogy most már vannak ilyen próbálkozások, és egyébként én is nagyon érdekes, mert hogy én soha nem kaptam negatív kritikát uh -huh. a felsorolt médiumok, elemek közül soha amiatt, hogy én, hogy én nagyobb méret vagyok, és ennek még egyszer mondom, valószínűleg az az oka, hogy egyrészt fel sem merült az emberekben, hogy ezzel probléma van, mert én ezzel mert hogy én ezzel így teljes vagyok egyrészt. Másrészt, amit ugye említettél is, hogy, hogy, hogy a képernyő. Hát tudjuk, hogy a képernyő még az 50 kilós hölgyekből is 60 kilósat varázsol, és a nem létező karikákat is oda varázsolja, hogyha ide. van egy rossz fény, vagy rossz virágítás, vagy bármi ilyesmi de hogyha az ember tudja, hogy milyen jól, milyen színek, egy, 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 egy pluszos nőnek na, a legeslegfontosabb a szabás, hogy tudjam, hogy mi az, amit hangsúlyozzak, hogy vékony a derekam, hogy, hogy jó a lábaim, hogy hosszúak a combjaim, hogy kerek a csípőm, rettentően fontos. Tehát, hogy talán ez a legfontosabb. Mielőtt kritikai engem, hogy miért a média világa uh -huh. kapcsán teszem Igen? fel a kérdést, mindjárt meg is magyarázom a hallgatóknak, azért, mert azt gondolom, hogy példát kell, hogy mutasson. Igen. Tehát, hogy minél több erősebb testalkatú hölgy vagy úr van a képernyőn, vagy idősebb, az valahogy azt gondolom, hogy a társadalom más területére is majd tükröződik. Tehát sokkal bátrabban fog a, a munkáltató is fölvenni olyan munkavállalót, aki abba a kategóriába tartozik. Azt mondják, hogy Jennifer Lopez sokat méltatott feneke az egyetlen, ami kisebb megingásokkal három évtizeden, három évtizeden átívelő karriert futott be. Miért engedte meg a világ pont Jénónak azt, hogy olyan legyen, amilyen? Valószínűleg azért, mert Jélónak sem fordult, tehát valószínűleg ő sem azzal marcangolta magát a nap 24 órájában, hogy úristen, most melyik plastikai sebészhez fussak, vagy hány órát edzek, hogy kisebb legyen a fenekem, hanem a már meglévő, tehát az, hogy valakinek van egy széles csípője, van egy kerekebb feneke, az igenis alkati dolog. Tehát, hogy ezen, ha van, egy, van az embernek egy széles csípőcsontja, vagy egy széles válla, azon nem tudunk változtatni. És valószínűleg ő is, tehát ő ugye egyébként elképesztően csodálatos a bőre, az egész alakja, a vonalai, a mindene. Ő, én, ugye, én nagyon szeretem azt a, azt a mondatot használni, hogy abból főzünk, ami van. Ő tulajdonképpen abból főzött, ami van, és nem azon ö, ö, dolgozott az elmúlt 30 évben, hogy hogyan faragjon magából 34-es méretű hölgyet, hanem megnézte, hogy mi az, mi az, ami, mi, hogy is mondjam, mi az, ami szép, vagy mi az, ami neki tetszik, mi az, amiből tudunk még jobbat csinálni, és valószínűleg ugye itt ez a, tehát, hogy valami ilyesmi játszat szerintem szerepet. Hol születik szerinted az önbizalom? Egészen pici gyerekkorban. Nekem van egy nagyon kedves barátnőm, akinek van, van két fia, akik erősebb testalkatúak, uh -huh. de egy iszonyat édes, okos, ügyes, tényleg nagyon-nagyon cuki gyerekek, tulajdonképpen mellettem csaperedtek fel, egész pici óta ismerem őket, és hát néha a barátnőm ugye hangot ad annak, hogy hát, hogy fogyni kellene, ne edd meg, ezt ne, azt és akkor mindig, mindig, javítom. Tehát ha ez az én fülem hallatára uh -huh. hangzik el, akkor én mindig, hogy is mondjam, hát nem is azt hiszem, javítom, de hogy ezeket így felülírom, mert hogyha a, mert hogyha egy gyerek, én például Éves korom óta. Tehát azt, azt képzeljék el a nézők, hogy én soha az életemben nem voltam normál testalkatú. Sem a magasságomat, illetően, sem a súlyomat, illetően. Mindig magasabb voltam, mint a, a, a többi gyerek óvodába, iskolába, mindenhol, és mindig erősebb testalkatú voltam. Én 178 centi Aha. vagyok. Uh, nyilván vannak nálam magasabbak is, de hogy mondjuk ez egy átlag felettének mondható, igen, igen és uh, tehát, hogyha felvetszek egy magas sarkut, akkor majdnem 190-et uh, uh, sikerül mérni, és, uh, és és a lényeg a lényeg, hogy, hogy tulajdonképpen uh, én soha nem, tehát Biztos, hogy biztos, hogy engem is érte, értek atrocitások, hogy hogy óvodába valaki lehet, hogy nem tudom, lekövérezett, bármi. De azt mondod, hogy biztos, tehát akkor nem éget be. Azt ha, ha akarom mondani, akkor, igen, akkor túlléptél rajta. Igen. Tehát, hogy, hogy biztos, hogy volt ilyen, de nem tudnám megmondani ö, azt a pillanatot, helyet, embert, pontos megfogalmazást, hogy ez hogyan hangzott el. És én tulajdonképpen. Ö, Hát, szerintem egy 4-5 éve, hogy így elkezdtem, hogy is mondjam, még inkább megmutatni magam, vagy kiállni mm -hmm. ö, ö, emellett, az ügy vagy do dolog mellett. És nagyon érdekes, hogy azóta még. Szóval, hogy egyetlen egy olyan kommentet tudok mondani az elmúlt évekből, mondjuk az elmúlt fél évből Instagramon, ami negatív ö, bejegyzés volt, bálna, tehát ennyi. Ennyi. És gondolom, kép nem volt hozzá, aki Ő Nem, mentem, persze, az. igen, és, és egész egyszerűen nem is tudtam ezt mm. hova, mert, mert olyan érdekes, ez egy, nyilván egy fürdőruhás mm. fotó volt, de, hogy, de hogyha én most odaraknám a saját képem is, egy bálna képét, én nem látok hasonlóságot. Tehát, hogy, tehát, hogy egész egyszerűen nem is, szóval, hogy olyan érdekes ez. És ez az megint azt gondolom, hogy hogy, hogy én mit gondolok magamról, hogy nekem milyen az önértékelésem, hol vannak a határaim, milyen példák vagy példaképek vannak előttem. Tehát, hogy én abszolút, és és még egyszer mondom, hogy engem soha a semmilyen, tehát engem gyerekkoromban se ö, ö, hogy is mondjam. Tehát nem, nem degradáltak amiatt, hogy, hogy én színész szeretnék lenni, és nem volt ez a gúny vagy egy percig nem akartak, de bocsánat, a, a családom le akart beszélni, de nem amiatt, hanem a nyilván a megélhetés, meg kislányom biztos, hogy <kül> tehát, hogy abszolút nem a súlyom vagy a kinézetem miatt. Vagy, tehát a hát a két, színész vagy, hát színész színész kettes, igen, 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 és, és abszolút nem. Sőt, olyan, olyan eset volt, amikor, és a természetesen nekem is voltak nagy fogyókúráim, meg... Erre szeretem volna rákérdezni, igen, abszolút, hogy volt az életedben olyan szakasz, abszolút. amikor azt mondtad, hogy na most nekiállunk, és akkor egy ssm es nem méreti... készled el akkor se az SSM-es. Tehát, hogy olyan érdekes, mert ugye mondtam, hogy az, hogy elfogadom magam, azt nem azt jelenti, hogy ne lenne olyan dolog, amit néha én is megváltoztatnék magamon, vagy ne szeretnék 5-8. Mondom, most ugye van rajtam például 8 kiló az én határaim szerint, de, tehát, hogy én többször leadtam, milyen 20-25 kilókat, de ugye mondom az én, Gondolatom szerint, igenis van ilyen, hogy adottság, és én nekem soha nem az volt akkor se a célom, hogy én SS legyek, meg MS, hanem mondjuk két méretet sikerüljön. De akkor mi motivált téged? A külső vagy Ami, Amikor mondjuk? volt egy ilyen nagyon-nagyon durva fogyókúrám, és egyébként nagyon érdekes, 21-22 éves voltam, és akkor még színésznek tanultam, uh -huh. és volt egy balett modulom, egy, 3 három-négy hónap, amikor balettoznunk is kellett, és pont akkor kaptam egy szerepet, ami egy éhező polgármester szerepe volt, egyébként Tasnádi István Finító című művének átirata, mert hogy ott férfi volt, de hogy ugye én ugye nőként formáltam meg. És elkezdődtek a, a darabnak a próbái. Ugye ott a, a polgármester tulajdonképpen abba fogyott bele, hogy ő így akarta fölhívni magára a figyelmet. Ö, tehát ő úgy vagy úgy azért fogyott le, hogy így éheztette magát. Elkezdődött ugye ez a balett modul, elkezdődtek a próbák, és én a balett záróvizsgára és a, az előadás bemutatójára 25 kilóval kevesebb voltam ami egyébként kis ilyen az életembe került, uh -huh. és aztán hosszú-hosszú évekig dolgoztam azon, hogy hogy vissza tudjam állítani a szervezetem megfelelő funkciójába. És egyébként szerintem nekem az volt az olyan vízválaszt, amikor annyira komoly egészségügyi problémáim lettek a fogyókúra miatt hogy, hogy én egyébként az azóta nem volt ilyen megmozdulásom. Egyébként érdekes, mert a pandémia alatt ugye hirtelen rám is rám szakadta az idő, mint olyan, és abszolút nem úr a diéta vagy testsúlyváltozás miatt. Egész egyszerűen több időm volt magamra, tehát aludni, étkezni, vizet inni, olvasni, tehát hogy ilyen egészen átlagos dolgokra, és nagyon érdekes, mert lepörgött rólam jó pár kiló. Szóval, hogy nagyon, tehát hogy azért mondom, hogy ezek érdekes dolgok, mert, mert csak az a különbség, hogy én most már nem kezdenék ilyen, ilyen tehát hogy hogy is, hogy is fogalmazzak, tehát hogy én annyira megtanultam a saját példáimon, vagy a saját káromon, és azért fogalmazok így, hogy persze, ha valaki fogyni szeretne, és ugye ott van például Melissa McCarthy, vagy Adél, ugye, hogyha most a világsztárokat akarom említeni, ugye ők is nagyon-nagyon sok kilótól megszabadultak, mert azt hozzátenni, ők se lettek SS méretek, tehát hogy sem Adél, sem a Melissa McCarthy, hanem ugyanúgy plusz csak egy kisebb plusz méretbe tartoznak. Viszont veszítettek én azt gondolom az egyén is. Én is azt gondolom, igen. És azt tapasztalom, nem elvíve a beszélgetés más téma felé, hogy a lányom korosztályában, 16 éves, ugye most jelenik meg, hogy minél vékonyabbak legyünk, minél csinosabbak legyünk, és nagyon bájos gyerekek veszítik el az egyéniségüket. Tehát nácelkarcsú, de valahogy eltűnik. Tehát gyönyörű Igen. volt, nem volt molett testalkatú, valóban egy picit erősebb ö, testalkatú volt, ö, mint egy SS, de ő arra vágyott, és, és valami elveszett. Szerintem egyébként ilyenkor, ugye nem a, mert ugye lesz egy. egy hogy is mondjam, a társadalom által elfogadottabb külső, hiszen ugye már egy kisebb méret, az ugye már sokkal inkább megemészthető, bár ugye ez is nézőpont kérdése, most mit nevezek kisebb méretnek? Tehát egy, például ugye, ugye a plus kategóriába kategóriában is mondjuk a 42-44-től tehát egészen 60, 62, 64 es méretek, méretek, is vannak, és én mondjuk a 46, 48 as méretemmel egy ilyen, hát egy ilyen középkategóriába tartozom, tehát hogy, tehát hogy kérdés az, hogy egyébként megint csak ugye, hogy kinek mi, mi, a nagyobb vagy kisebb méret. De visszatérve én azt gondolom, hogy ilyenkor egyébként a lelki, tehát... A lelki gyötrelem volt az a szó, ami az eszembe jutott. Tehát, hogy ilyenkor valószínűleg, amikor, az á, amikor ezt látod mondjuk az adéron, hogy azért most már szürkébb és, és vesztett, és nem tudom mi, akkor valószínűleg a, a lelkének a, a gyötrelme itt vagy a vagy a harcát láthatjuk. Tehát nem feltétlen azért van, mert hogy ő most már kisebb méret, hanem valószínűleg olyan, olyan út vezetett addig, amíg ráadta azt az x kilót, hogy... És egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye Említettem, hogy volt ez az időszak, amikor én is, hát tulajdonképpen ilyen 40-42-es méretre sikerült fogynom, és egyébként én a saját arányaimmal, magasságommal, csontozatommal és nem tudom mivel, majdnem, hogy normál testalkatnak számítottam, de egyébként nem. Tehát, hogy a 42-es az ugye nem, szóval azért mondom, hogy ezek nagyon érdekes dolgok, és ha az akkori fotóimat visszanézem, vagy felvételeket visszanézem magamról, összesen tudom hasonlítani azt az embert, aki most vagyok. Tehát én is, ami, amit említettem, látom az arcomon azt a kint, azt a gyötrelmet, a lemondást, a nagyon-nagyon érdekes. És olyan, mintha nem is az az ember lennék, pedig hát nyilván a vonásaim meg minden, de, de mégsem. Fölírtam egy szót, egy mondatot, hogy társadalmilag elfogadottabb külsőm volt, vagy akikről beszéltünk, a társadalom számára elfogadottabb külsővel rendelkeznek a fogyást követően. És két gondolat jutott eszembe. Egyszer nagyon-nagyon régen egy kollégám azt mondta, hogy ő soha nem bízná a pénzét egy olyan bankvezérre, aki nagyon-nagyon erős testalkatú, aki nem ad magára, akinek a megjelenése nem olyan, amiben ő meg tud bízni, mert hogyha magára nem figyel, akkor hogy fog az ő pénzére figyelni? És ezt a gondolatot továbbvéve, ugye régen a teltebb testalkat az a jó bőség, a bőség jele volt. Most viszont úgy tűnik, hogy a vékony, egészséges testalkata, Testalkat, és most nagyon óvatosan fogalmazok, és hangsúlyozom, hogy mi azért a beszélgetésünk elején elmondtuk azt, hogy nem biztos, hogy egészségesebb a Így vékony van. ember. Tehát hogy lehet, hogy ne, neked jobb vérképed van, mint egy nálad 30 kilóval vékonyabb embernek, tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni. De lényeg az, hogy a társadalom szemében lehet, hogy e a vékonyabb testalkatú ember azt tükrözi, hogy én megtehetem, hogy a drágább, jó minőségű ételt fogyasztom, hogy áldozok anyagilag arra, és időt is tudok áldozni rá, hogy eljárjak sportolni, hogy, hogy, más szolgáltatásokat is igénybe tudok venni. Normál testa, egy normál testalkatú, is, testalkatú ember is lehet gyönyörű, igényes, okos, sikeres, és lehet e, igénytelen, e, buta, tájékozatlan, motiválatlan, és sorolhatnám. Persze, abszolút. És ugyanez, tehát hogy ö, igazából ö ahogy, ahogy ha most visszapörgetem a, a beszélgetésünk elejét, mi is nagyon, vagy én legalábbis nagyon, ö, hogy mondjam, tehát az, hogy azt mondom, hogy normáltest testlakatunk meg. Szóval, hogy ugyanolyan emberek vagyunk. Tehát, hogy azt kellene végre ö, megérteni, hogy az, hogy valaki nagyon vékony, az is lehet egy betegség, egy életmód, egy döntés kérdése, és az is lehet egy betegség, egy életmód, egy döntés, egy alkat kérdése, hogy 46-os méret. Szóval, hogy ezt kellene végre látni, hogy a 21. században élhessen és alkothasson mindenki úgy, ahogy neki jól esik. Tehát, ha valakinek 220 kilósan szép az élete, akkor úgy szép hát az ez élete. ezért született meg ez a beszélgetés, és egyéb, igen, hogy, és hogy ezt elérjük, de ebben segíts, aki benne vagy ebbe a helyzetbe. hogy hogyan tudjuk mi ezt elérni, hogy ne a külső legyen döntő, bár erre mondta egyszer a keresztanyám azt, hogy, hogy nem szabad álszentnek lenni, mert hogyha az utcán te eltévedsz, akkor egy jobb megjelenés, a jobb külső birtokló emberhez mi mi megkérdezni, hogy az az utca merre van, és hogy találom, és nem ahhoz, aki mondjuk kevésbé a külsei által bizalmat sugal. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert én most idefelé jövet eltévedtem, és ez velem előfordul, mert hát ezer felé vannak a gondolataim, rengeteg mindent csinálok, és én nő lévén ugye színek, formák, üzletek alapján tájékozódom. <laughs> és, és, üzlet. és itt nincsen egyetlen nincs üzlet, és, és én nem egy, hogy is mondjam. Nekem az levegett a szemem előtt, hogy meg kell oldani a problémát. Nekem ide kell érnem, nem tudom megállítani az időt. Teljesen mindegy, hogy ki Lehet öreg, fiatal, csúnya, szép. Uh -huh. És egy teljesen átlagos ember szólította meg. egy teljesen átlagos embert, és ide értem. Érted, ugye a kérdést? Abszolút értem, tehát, csak, hogy... csak, az, tehát, hogy az a, az, az a problémám, hogy, hogy, hogy Nekem mi fontos az életben? Csak ugye az emberek, ugye mindenki rohan hagyja a pénzt, a sikert, a karriert, család, új autó, új telefon, új ház, nem tudom, utazás, nem tudom micsoda. De egy nagyon fontos dologra elfeledkezik saját magáról, hogy beszélgessek magammal. Mit értem el idáig, mi fontos az életben, milyen emberek vannak körülöttem, hol tartok az életben, mit szeretnék még csinálni. Szóval, hogy. Tehát, hogy én azért mondtam azt, hogy én nem csak a... Én nem csak azt szeretném, hogy, hogy fogadjunk el mindenkit, és fogadjuk el a pluszos embereket is, hanem azt, arra is szeret, vagy azt is szeretném megmutatni az embereknek, hogy milyen az, amikor beszélgetek magammal, amikor úgy élek és olyan döntéseket hozok, amik, amik belülről jönnek, amiket nem a társadalom nyom rám, nem, a, nem az elvárások nyomnak rám, <kül> nem az az influencer nyom rám, akit követek, nem az a virághírű ember nyom rám, akiről egyébként semmit nem tudok. Tehát attól, hogy ilyen látok egy képet, és amit te is mondtál, hogy nekem például virágéletemben nagyon alacsony volt a koleszterinem. Ugye ez is egy ilyen Igen. nagy tévhit, hogy az, aki, az akinek plusz kilója van, annak biztos, hogy magas a koleszterinje, és cukros, és érrendszeri problémák, és nem tudom micsoda. És én egyébként felelősség teljes felnőtt révén minden évben járok többféle, nyilván, ugye, mint említettem, nekem is voltak nagyon komoly egészségügyi problémáim, járok mindenféle kivizsgálásokra, és minden a legnagyobb rendben. Tehát, hogy világéletemben alacsony volt például a koleszterin szintem és van rajtam, nem tudom, 25-30 isten tudja hány kiló. Tehát, hogy ez, ez valójában, ne. és én ugyanúgy ö, figyelek arra, például most nyáron, hogy idén gyümölcsöket egyek, ugyanúgy figyelek arra, hogy kevesebb tejet fogyasztok, kevesebb húst fogyasztok, tehát, hogy és nem vagyok 40, nem vagyok 36-os méret. Tehát, hogy annyira jó lenne, hogy hogyha az emberek egy picit a testünk mögé látnánk, és elkezdenének kommunikálni, érdeklődni, felgörgetni azt, hogy az az ember, aki most itt ül velem szemben, az hogyan lett az az ember? Milyen nehézségei voltak, mind ment keresztül? És én tényleg, ugye, hogy konkrét példákat akarok mondani arra, hogy hogyan lépjünk túl saját magunkon és, és, és a gondolatainkon, hogy tényleg nézzük meg azt, hogy kik inspirálnak, hogy, hogy, hogy kik azok az emberek, akik több pozitív érzésem van, akiktől nem a nyomás, a szorongás és a folyamatos kattogás jön rám, hanem, hanem azt érzem, hogy <coughs> élni van kedvem, hogy, hogy, hogy menni akarok, és ide nekem az egész világot, és szépen úgy összerakni a, a közösségi felületeket, hogy olyan emberekkel vegyem magam körbe, teljesen mindegy, hogy ez csak online történik meg, akik pozitív irányba visznek engem. Vagy miből tart az, hogy, hogy igenis azt mondom magamnak, hogy most odaállok a tükörbe, és addig nem megyek el onnan, amíg legalább három testrészet nem találtam magamon, ami tetszik. Lehet Alkanaz, az a szemem. Igen. Uh -huh. Igen. És én, én egyébként pont mielőtt idejöttem, én előtte is beszélgettem magammal, és, és úgy szemügyre vettem magam. Tehát, hogy, és ezek apró dolgok, de, de, vagy, vagy, vagy hogyha valakinek tényleg ö, ö, pluszosként problémája van azzal, hogy milyen áll jól, milyen színek, menjen el egy szintanácsadóhoz, egy, egy, akár egy stylist egy közös vásárlásra, és már is jobban fogja magát érezni. Szóval, hogy <kül> ezek egyébként nagyon apró dolgok. Apró dolgok, de, de valahol el kell kezdeni, mert én azt gondolom, hogy luxus úgy leélni az életet, hogy, hogy, folyamatosan szorongok, kattogok, agyalok. Tehát, hogy akkor mi, mi értelme van az életemnek? Hogyha egy folyamatos nyomás gyakorlok, saját magamra egyébként, mert hát senki nem tart pisztolyt a fejéhez az embernek, hogy, hogy mit gondoljon, mit viseljen, hova menjen, ki kell legyen, mit gondoljon, ugye minden az én döntésem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. A mai összhang vendége Tomasko Bernadett, plus size modell, aktivista, színész, kommunikációs, taná... kommunikációs tanácsadó, televíziós szerkesztő volt. Köszönöm szépen. Köszönöm. A kedves hallgatóknak pedig, és nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, találkozunk jövő héten is. Viszontlátása, viszonthallása.